Öreg lányok a címe a Lilium produkció legújabb előadásának, amelynek május 7-én volt a bemutatója. A darab 4 főszereplője közül üdvözöljük a librettó vendégeként Oswald Marika Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt, illetve Papa Dimitrió Attila Jászai Mari díjas színművészt. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok! Milyenek voltak a próbák? Strapás! Kemény! Kemény! Milyen? 4 nő! Rendező nő, asszisztens nő, sugó nő, a díszlettervező lányok, nők, tehát nők, koreográfusok, nők. És a Rita nagyon kemény. Igen. Nagyon kemény, de nagyon jó volt vele dolgozni. Talos Rita rendező. Nagyon jó volt vele dolgozni, mert olyan instrukciókat adott, ami abszolút érthető volt. Nem váltott ki semmiféle ellenállást, szóval csodálatos időszak. Nekem különösen, ugye, mert te már játszottál sok prózát, én is játszottam már egyet-kettőt, de ez nagyon-nagyon jól esett a szervezetemnek. És hogy belőlünk, tehát belőlünk instruált, belőlünk kvázi civil felülünk, és a darabot, a karakterekből. Tehát olyan instrukciókat adott, amiket én tényleg dolgoztam én is tényleg egy pár rendezővel, és az, én, szóval én meglepődtem, komolyan mondom, én nagyon szeretem a Ritát egyébként, de sose dolgoztam vele, egyszer elindultottunk valamit, de az nem működött, de olyan, mondom, olyan instrukciókat, amiket a legjobb rendezőktől kaptunk. Mert a történet is ígéretes, nem? Tehát... Nagyon-nagyon, tehát azért mondjuk el, hogy Csík Csaba írta ránk ezt a darabot kifejezetten. Most már nem is az első darabjába szerepelek, és olyan, tehát a libretto, isteni a libretto. Igen. Mert nagyon jó, nagyon képlékeny, nagyon egymásba vonódnak a jelenetek, és a 12 dal, amit énekelünk, az mind úgy van megdramatizálva, ezek a slágerek, de még a Habanérát is elénekeljük, meg a Radetzky marsot is. Olyan szöveget írtak rá, komolyan mondom, hogy abszolút illeszkedik a... Na, ott vagyunk. Hát itt arról van szó, hogy illeszkedik a darabnak a tartalmához. Igen. Egy kicsit meséljetek a karakteretekről. Kiket játszottok? Kik ők? Hát én egy hajléktalan jehovista palóc asszony vagyok, aki végig pasiszta az életét, és hát nagyon jó barátságba kerül ez a 4 nő végül is, és kiderül a végén egy nagy csattanó, hogy a mi elődeink milyen kapcsolatban voltak az 50-es, 60-as években, hogy nyírták ki egymást. És mi mégsem haragszunk, mert ez nem a mi bűnünk volt, tehát nekünk az a kötelességünk, hogy ilyen öregen egymást segítsük. Én hát hármat találhatsz, én egy roma asszonyt játszom. Én 14 éves koromban kezdtem el ezt a roma karrieremet, úgyhogy azóta is folyamatosan. Görögök meg a romát összekeverik néha Magyarországon. Hát ez a nagyon-nagyon vehemens, nagyon ekkora lelkű, szívű, aranyos, odamondós, szóval olyan nagy őszinte, olyan nyers az a karakterem nekem. És nagyon szerintem tele van humorral, annyit röhögtünk a próbákon, hogy sírva röhögtünk. És hál' Istennek a nézők is röhögnek. De mi adja a dolognak a komikum? Négy különböző felekezetű nő van benne, egy kicsit demes, gyűjtögető, mindent összehalmozó a lakásba zsidónő. Van egy katolikus, aki az katolikusnak az anyjával él, még 70 évesen, szűz. És szűz. Akkor van a Tina, aki ugye tényleg a vehemes, hát, és akkor én is, nem tudom, szóval nagyon-nagyon jó, mindent csinálunk benne. Úgy van fölépítve az egész darab, hogy mi kártyát vetünk, ő kártyát vet, piálunk, kábítózunk, interneten pasit keresünk. A parkon ismerkedik meg 4 nő, és nagyon jóval lesznek, nagyon jó barátok, és mindenféle történés van. És tök jó, hogy a Csaba, hát élő szerző, akikkel általában igen, nagyon nehéz, de Csaba nagyon-nagyon rugalmas volt, és lehetett vele beszélni, hogyha volt valami átalakítás, akár a zeneszövegben, akár a prózában. Tehát saját ötleteket is belevihettetek? Simán, abszolút, igen. Persze, nyilván meg kellett beszélni, persze. És mi adja a darab időszerűségét szerintetek? Meg hogy van benne jelen ez az egész 20. század? Ugye kiderült, hogy a mai, szülők... Teljesen mai az egész. Igen. Tehát a mai jelenségek, a mai életérzés, ahogy élnek a ma 70-es nők körülbelül,
abszolút, és mondom, ez a végén ez a csattanó, hogy visszamegyünk 70 évvel, 50 évvel korábbra, amikor meglátjuk, hogy milyen volt abban az érában az élet. Meg az tulajdonképpen, hogy ugye hát hiába múlik el az idő, azért mindig van újdonság, mindig az élet az mindig tud újat mutatni, nincs öregkor, nincs úristen vége a világnak, és hogy ilyenkor, ebben a korban is lehet barátokat szerezni, mert az ember azt gondolja, hogy ez csak fiatalkorban lehet, de bizony lehet ebben a korban is jó barátságokat kötni, meg múlatni az időt. Igen, és feladjuk a keserűségeket, a bajokat, megpróbáljuk igen. 70 évesen újra értelmezni az életet, és újraindítani. Egyébként azért fontos, hogy erről szó van, mert én azt gondolom, hogy a mi társadalmunk tényleg úgy van berendezkedve, hogy úgy állítják be, mint hogyha legalábbis 40 fölött, vagy uram, bocsánat, 35 fölött az élet megszűnne, és csak a 20 évesek számára. Vagy igen, benne esetleg. Is van a Radeszkiben egyébként, hogy a 70 az új 50. Igen. Igen. Úgyhogy amiket itt elmondtatok, az mind egy ilyen hatalmas nagy komédiának tűnik, de eljön az a pont ebben a darabban, amikor van egy pillanat, amikor megállunk, van és megölelem a mellettem ülő rokonomat, vagy csak a mellettem ülő nézőt, hogy igen, hát nézd meg, most mondták el nekünk sírni a lényeget. Igen, sírni is lehet, de nem csak az, hogy sírni, hanem tényleg a lélegzetben akad. Annyira váratlan dolgok vannak. Mi is nagyon nehezen fejtettük meg egyébként, hogy kinek a hogy hívják, járnak a micsodáját, hogyan készítették ki egymást, ugye az elődök, de megdöbbentő. És szerintem nagyon jó van megírva, tehát a közönség abszolút fogja érteni. Azt, és az a jó, hogy nem hagyjuk abban, hanem újra földobjuk, tehát nem igen. Az a vége, hogy leülhetünk, hanem újra fel. És tele humorral. Tele is tele humorral. És mi a legfontosabb üzenete, hogyha meg kéne fogalmaznotok? Hát igazából az, amit én az előbb... A szeretet, a barátság, a hétköznapi igen. Dolgok. Szeretet, barátság, az, hogy ne adjuk föl, ne akarjunk mindjárt menni a temcsibe, és akkor ott már ássuk magunknak a sírt, hanem még egy kicsit próbáljuk meg azt a hátra levő időt, amit együtt élünk, azt barátságba, békességbe, szeretetbe eltölteni. Körülbelül ennyi. Kiknek ajánlanátok a darabot, és mikor lehet legközelebb látni? Mindenkinek ajánljuk. Igen, tehát a fiataloktól kezdve, a fiataloknak is nagyon jó, mert tanulnak belőle, tehát történelmet tanulnak belőle. Hát az idősek meg aztán azok meg magukra ismernek biztos. Azt mondtam 0-tól 90-ig, milyen hülyeség, itt ült a tata 91 évesen, és úgy néz ki, mint annak idején, mikor a csíksomőt csináljuk. Tehát 0-tól a végtel, addig el nem fekszik, addig jöjjenek megnézni, mert tényleg nagyon... És akkor június 5-én, ugye, RAM színház? És RAM, ja igen, köszönjük, igen, június 5, RAM, és 2 lesz délután is az este, 3-kor és 7-kor, igen. Igen, mert a RAM az, aki befogadta, ezt az előadást, és nyáron megyünk vele Nyíregyháza, Kecskemét, szóval jövünk, megyünk az országban. Hát akkor azt kívánjuk, hogy ezt a hangulatot egyrészt színpadon biztosan hozzátok, de hogy a próbákon továbbra is tartsátok meg, irigykedve hallgattuk. Ennél sokkal jobb hangulat van egyébként, de most így ülünk, de próbálunk megfelelni a kérdéseknek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!